Műsorunk vendége Linder Zoltán, aki ezúttal a labdarúgó játékvezetői minőségében ül itt a kamerák előtt és mellettem. Köszöntelek! Üdvözlöm a nézőket! Avval a feladattal jöttem ide a média elé, hogy kihaló félben vannak, vagy egyáltalán nincsenek. Kevések a játékvezetők, az öregek elmentek, nincsenek. Szeretnénk toborozni egy 15-20 játékvezetőt községből lehet magyar lakta területeken, Bajsa, Gunaros, Orohovó, Pacsér. Föltételek azok, hogy ne legyenek büntetve 17-18 éves gyerekek körül, hogy legyenek, akik szeretik a futballt. Lehetnek hölgyek is, nagylányok. Vannak is, van egy pár, nem sok, Szerbiában. Vannak külföldi játékvezetőink is, Topiai Jelena Banyegláv. Ezentúl szeretnénk felhívni a figyelmet még egyszer, hogy toborodni szeretnénk egy amennyit bírunk, mert a Topiai Labdarúgó Szövetségben nagyon kevés van, aki bíráskodni. Hogyan lesz valakiből játékvezető? Tehát biztos, hogy van valamiféle képzés, valamiféle tanfolyam, vagy valamin át kell esni ahhoz, hogy valaki megkapja ezt a minősítést? Hát óriási változások vannak, mikor én kezdtem. Én egy súlyos lábtörés után kezdtem játékvezető lenni 24 éves koromban. 24 éves koromban. Előtte feltételezem, hogy Futballoztam, voltam országos bajnok iskolai bajnokságban, 76-ban, utána játszottam a Vajdasági Kupa döntőt, Vojvodina ellen játszottunk, 2-1-re kikaptunk, az egy fájó pontom volt, utána az a Vojvodina megverte Hajduk a Splitbe 6-1-re. Ez az ifjúsági csapatra beszélek. Utána, ahogy mondtam, volt egy súlyos lábtörésem, utána bementem a labdarúgó szövetségbe, Szofkába, a Blázsó, Zuberhó, Zellei Feri bácsihó. Akkor voltam 24 éves. Fölkarultak, elkezdtem, azóta pályán vagyok. 18 év, 6 hónapot bíráskodtam, köztársasági rangomban, egy 1700 hivatalos meccset lebíráskodtam, egy 500 barátságos meccset, még pár ezer kispályás futballt bíráskodtam. Még mindig sajnos ebbe korba, mivel nincs elég játékvezető, bedobnak a pályára, bíráskodtam most is Nyegos, Bácskodobor és Polyé Szutyeszka, de hát fiatalítani kell, az ifjúsági a jövő, nincsenek játékvezetőink, jó volna, ha bekapcsolódnának Bajsa, Gunaros, Pacsér, mint ahogy az előbb említettem, ezek a gyerekek, volna velük foglalkozva a mai viszonylatban. 17-18 éves gyerekeknek el kell kezdeni bíráskodni. Lehet, hogy a Szerbiai Labdarúgó Szövetség téved abba, hogy ilyen fiatalon kell nekünk bíráskodni, vagy el kell kezdeni. Az én koromban, ha nem futballoztam, vagy nem voltam a sportban benne, nem bírtunk bíráskodni. Mostan más a helyzet, 18 éves kortól kezdve mehetnek a pályára, Zalsövetségbe, Topai Ligába, utána mennek, lesz velük foglalkozva, van velük foglalkozva, pénz van a futballba, minden meccs után ki vannak fizetve, bírnak keresni normálisan, kicsit kell hozzá erő, odafigyelés, legalább egy játékvezető kell, hogy legyen 178-180 centi magas, magassága még legyen, sportos legyen, érezze ezt a labdarúgást. Lesz velük foglalkozva, vannak UEFA játékvezetőink,
szövetségi ligás játékvezetőink, lehet magyarul is, de a tesztel is a szerbül megy. Elsősorban azt hiszem, hogy ahhoz, hogy valaki játékvezetővé váljék, elsősorban két dolog motiválhatja az embert, ugye, és valószínűleg nem árt, hogyha mind a kettő megvan, ez a két dolog, ami motiválja. Az egyik az maga a sportnak, a labdarúgásnak a szeretete, az ismerete, tehát nem jó, hogyha valaki nem szereti a focit, ugye is bíráskodik, mert akkor eleve nem jó kedvel csinálja. Viszont a másik vonzerő, ugye ne tagadjuk az, hogy ezzel lehet keresni is, tehát ez nem valamiféle szabadidő eltöltés, hanem ezt szépen meg fizetik, tehát az előzetes beszélgetéseink során már említetted, hogy például középiskolásoknak vagy egyetemistáknak ez egy nagyon jó ilyen zseppénz vagy keresett kiegészítő, akár akik komolyabban foglalkoznak labdarúgó játékvezetéssel, el is tudják ebből magukat tartani. Hát ez így van, van nagyon sok ismerősöm, akik az egyetemet a labdarúgásból fejezték be, karriert csináltak maguknak a bíráskodásból, munkahelyet teremtettek maguknak, lehet pénzt keresni. A községi ligában egy meccs 2,5 ezer dinár, Szabadkaligán 3 ezer dinár, Vajdasági ligán 5 ezer, a Szuperligán azt hiszem, hogy 30 ezer dinár a egy meccs. De hát akkor össze lehet számolni, hogy megéri vele foglalkozni, megéri az ember, hogy beleölje magát, odaadja magát a futballé, a foci, a bíráskodásé, lehet vele keresni szépen. Milyen gyorsan lehet a ranglétrán haladni, tehát hogyha valaki befejezi ezt a képzést, ugye akkor valószínűleg, hogy nem fog azonnal, illetve nem is lesz neki joga azonnal például nemzetközi mérkőzéseket vezetni, vagy még elsőligás mérkőzéseket sem, tehát hogyha valakit az érdekli, hogy milyen gyorsan lehet előre lépni, akkor erről mit tudunk elmondani? Most jelenleg lehet gyorsan előre lépni. 12 vagy 15 mérkőzést kell, hogy fújjon a Szabadkai ligán, utána van két komissziói vizsgája, azon át kell menni, utána mehet tovább. Ott is megvan egy kvóta, hogy mennyit kell neki bíráskodni, ott is két komissziói vizsgája van neki, ott is levizsgázik, akkor már a Vajdasági ligán van. Már mikor valaki felkerül a Vajdasági ligára, az egy 3-4 év alatt, bizony szépen megbír abból a pénzből finanszírozni magát, az iskoláztatni magát, lehet szépen keresni. Általában egyébként régen az volt a helyzet, ugye, hogy a labdarúgókból, ahogy a te esedet is mutatja, ugye magukból a labdarúgókból lettek a játékvezetők, vagy úgy, hogy valamilyen okból abba kellett hagyni ugye az aktív pályafutást, vagy csak úgy egyszerűen, hogy átirányították magukat. Ez abból a szempontból volt jó, ugye, hogy a labdarúgók általában már eleve ismerték a labdarúgás szabályait, tehát lényegében nem is sokat kellett nekik tanulni, és általában jó kondícióban is voltak, ugyanis az sem mellékes, hogy a magának a játékvezetőnek is jó kondícióban kell lenni, tehát nem lehet, hogy a pálya egyik végéről próbálja megítélni, hogy mi történt a másik oldalon. Hát abszolút így van. Én évente kétszer 3 hetet a futballpályán töltöttem. Télen betonon szaladtam, 3 hetet, nyáron a futballpályán. Időre szaladtunk, mások voltak akkor a feltételek. Hosszú távon szaladtunk, a mai feltételek rövid távon szaladnak. Időre szaladtunk, mértek mindent, nem volt az, hogy valakit áteresztenek, vagy valami, ki kell szaladni a normát. Volt, mikor én Zrenjaninba szaladtam, volt, mikor 40 fok is volt, kellett szaladnunk. Kellett futnunk, időre kellett futnunk, de hát ez sok odaadással jár, még lemondással járt abban az időben. Oszlassunk el bizonyos tévhiteket is, ugye tudjuk azt, hogy a labdarúgásban benne van az, hogy a játékos esetleg megsérülhet, noha hál' Istennek ez nem túl gyakori. Azt hiszem, hogy a bírót még ritkábban fenyegeti ilyen valamiféle veszély, tehát nem jelenti azt, hogy nem érheti izomhúzódás vagy valami hasonló, de mivel, hogy konkrétan ő nem játszik a mérkőzésen olyan szempontból, ugye, hogy pár harcot folytatna valakivel, így a bírók ritkán sérülnek meg, de azért van rá eset, ugye? Hát van, nem is kevés, több eset van. Izomhúzódás,
az a leggyakoribb dolog, vagy izomszakadás is volt, már akinek volt, de hát az utána az egy hónapos kihagyás, szalálni kell, orvoshoz kell menni abba, erre kell hozni azt az izmokat, meg a többit. Más, egy bírónak nagyon jó kondícióban kell, hogy legyen. Majdnem ugyanolyan, majdnem jobban, mint a játékosoknak. És hát emlékszek rá, hogy annak idején gyerekkoromban, amikor én apámmal meccsekre jártam, ugye akkor még gyakori volt, hogy a közönség részéről a bírót, hát hogy szépen fejezzem ki magamat, nem éppen sajtóba illő kifejezésekkel illették, esetenként próbálták megdobálni, vagy ne adj Isten, még meg is verték, ugye? Hát az én esetemben minden volt. A legfájóbb dolog 90-es évek, mikor a háború dúlt, mink akkor is bíráskodtunk. Nagyon nehéz meccseim voltak, mindig ott a Duna felé, Karavokovo, Ratkovo, mindig Rádnicski zombor, mindig arra felére azokra a nehéz oldalakra mentem, de hát átéltem azt is, mikor háború volt, akkor is volt foci, most is van foci, még lesz is foci. És hát a labdarúgás szabályai is folyamatosan változnak. Ugye tudjuk azt, hogy most éppen azt fontolgatják, hogy kétszer, illetve 60 percre csökkentenék le majd a labdarúgó mérkőzésnek a játékidejét. A te pályafutásod alatt voltak-e változások a szabályokban? Az én pályafutásom meg a mai pályafutásom közt annyi a különbség, hogy 70%-ot megváltoztak a szabályok. 70%-ot megváltoztak a szabályok. Nekünk is minden 6 hónapban újítani kell a szabályokat, az interneten keresztül kapom könyveket, nekünk is tanulni kell, készülni kell, így mint delegált kontrollor, mint volt játékvezető, nehéz feladatunk van, mindent kell tudnunk, nem szabad semmit se, egy betűt se, hogy kihagyjunk, mert akkor szanálva vagyunk, 4 meccset mindjárt nem bírunk menni. Volt-e valamiféle említésre méltó, gondolom, hogy volt vicces, tréfás esemény, ami megtörtént veled a pályafutásod során? Én is láttam a bírókkal megtörténni vicces eseményeket. Hát vicces nem volt, de nagyon nehéz meccseim voltak. 6-7 selejtezőt karém alatt, 6 vagy 7 selejtezőt fújtam, ami egy nagyon nagy feladat mind a két részről, még nehéz feladat. Egy bíró, egy edzőnek, egy ítéletében az egész évi munkáját tönkre bírja tenni. Láttam olyan mérkőzést, amikor például a labda eltalálta a játékvezetőt. Ez ugye részben a játékvezető hibája is lehet, ugyanis ő neki mindig olyan pozícióban kell elhelyezkedni, hogy a labdára jó rálásson, és hogyha már eltalálta, akkor valószínű, hogy éppen nem figyelt, ugye? Hát ha eltalálta, az olyan, mint a levegő. Megy a játék tovább, nincs megállás. A bíró is ember, úgyhogy nincs megállás. Bíró így lényegében a pálya része ilyen szempontból. Abszolút, ugye? Abszolút, de nincs megállás a bíró. Eltalálja a bírót, eltalálja a labda. Vagy esetleg volt olyan eset, hogy a bírótól bepantant a labda, mikor labda játékban volt, bepantant a hálóba, az gól. Láttam olyat például, hogy a feldühödött játékos elvette a bírótól a sárga lapot, vagy a piros lapot, és széttépte. Ebben az ilyen esetekben mi a teendő? Hát ebben az esetben az a teendő, ez van negyedik játékvezető, ő neki van sárga lapja, piros lapja, fütyülője, oda, amin a fő játékvezető elkéri, kiállítsa azt a játékost, beírja a protokollba, ahogy körül, mi állította ki, mit csinált, milyen alapon csinálta, ezt mind jelzetőni kell a meccs után. Meg a játékos, aki ki van állítva, attól kell kérni egy ízjavát. Láttam például olyan esetet is, amikor egy kutya bement a pályára. Nem veszélyes kutya, egy kis kutya, egy játékos kis kutya, viszont a labdarúgók kergették, ugye, de nem tudták a pályáról kiűzni. Végül a bírónak jutott eszébe, hogy 4 kézlábra ereszkedett, és akkor úgy közeledett a kutyához, és vicsorgott rá, akkor a kutya végül megijedt, és elhagyta a pályát. Hát az egy olyan dolog, az mindjárt megállítani a játékot, eltávolítani a kutyát, és az bírói labdával folytatódik a meccs. Picit próbáltuk így egy kicsit érdekesebbé tenni ezt a témát, akkor végezetül még egyszer mondjuk el, hogy esetleg aki szeretne vagy kedvet kapott ahhoz, hogy játékvezetéssel foglalkozon, milyen feltételeknek kell eleget tenni, és kinél, hol, mikor tud jelentkezni? Hát szeretnénk azt, hogy minél tömegesen jelentkezzenek a játékvezetők.
Volna velük foglalkozva. Az én számomat adom. 711-712, ez egy könnyű szám. A mobil 064-211-3383. Egész nap el vagyok írhető. 715-3552. Ez a labdarúgó szövetségnek, a topi labdarúgó szövetségnek a számja. 3 vagy 4 volt játékvezető, nemzetközi játékvezető is. Volna pedig foglalkozva, ősztől kezdve mennének ezek a tanfolyamok. Lehet magyar nyelven is, de a tesztelés az szerb nyelven fog folytatódni. Voltak itt, éltek itt a topolyai község területén egyébként legendás labdarúgó játékvezetők, és azt hiszem, hogy megérdemlik, hogy megemlékezzünk egy-egy mondat erejéig róluk is. A Turusz Jánost szeretném megemlíteni, a Zellei Feri bácsit, az Ebit. Ő volt az első szövetségi labdarúgó vezető Topolyán. Én nagyon sokat voltam abban az időben ő vele. Nekem volt delegátum, kontrollom volt, mikor én bíráskodtam. Nagyon sokat segített, emlékszik rá. Nagyon sokat lemondott a privát életéből. Ő minden másnap a futballpályán dolgozott, kereskedelemmel foglalkozott. Őtől sokat tanultam, segített, bátorított. A mi időnkben más volt, nagyon nehéz meccseket bíráskodtam, de Feri bácsi nagyon sokat segített. Azt hiszem, hogy még valamit nagyon fontos kiemelni, ugye, hogy van-e alsó és van-e felső korhatár, mert én azt hiszem, hogy egy 25 éves vagy egy 30 éves még mindig nyugodtan jelentkezhet, hogyha jó kondícióban érzi magát. Az alsó korhatár az 17 éves korától sajnos el kell kezdeni bíráskodni Szerbiába. Külföldön más a tészta, Angliában 45-50 éves koráig bírnak bíráskodni. Itt a 16-ban elkezdeni valaki bíráskodni, 21-2-3 éves korában már öreg. Sajnos a 25 éves elbír kezdeni, de az csak esetleg a Topai Ligát bírja fújni, vagy a Szabadkai Ligát. Főjebb nincs teória, olyanok a szabályzatok Szerbiában, hogy nem eresztik az már, hogy öregnek tekintik azokat a játékvezetőket, akik olyan korúak. És hát hangsúlyoztuk ugye, hogy nem csak fiúkra, nem csak férfiakra vonatkozik ez, hanem hölgyek, nők is jelentkezhetnek, ugye, és itt a Topolyai község területén van erre egy élő szép példa is, hogy egy hölgy sikeres játékvezetővé vált. A Jelena Banyagláv, mint ahogy tudjuk, nemrég Portugáliában volt kint. Van a Taskovics Tiana, kettő van. Van Kovács Rita Hegyesi, ők hároman vannak. Az én szárnyaim alatt mentek kifelé. Én voltam nekik nagyon sokat kontrollába, nagyon sokat mentünk velük egy 4-5 év ezelőtt. A Jelena egy óriási kapacitás. Nagyon gyorsan ment előre. Az egész család futballal foglalkozik, a Mityó Banyagláv szövetségligás labdarúgó volt, valamikor Topolyán az AIK-ba játszott. A testvérje, a Jován, szintén Krivaja játszik. A hölgy, meg egy kiváló játékvezető, aki bizony sokkal jobbak, mint némelyik férfiak. Mai műsorunk vendége volt Linder Zoltán, akinek köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk, és hogy mindezt elmondta.